A híradó előtt már újságíró kollégákkal beszéltünk arról, hogy a Fidesz szigorítaná a BTK-t azért, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő a bajai választási csalásról szóló hamisított videóhoz hasonló esetek. Most az egyik beterjesztővel, Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető helyettessel folytatjuk a témát. Jó reggelt kívánok! Tehát sokan nincsen nagy jelentőség, de nem vagyok egy beterjesztő. Bocsánat, igen, akkor ezt rosszul mondtam, viszont már nyilatkozott többször ebben az ügyben, ebből jött a félreértés. És most meg azt mondták el az újságíró kollégák, amit egyébként a sajtóban is már többen írtak, hogy egyrészt felesleges ez a módosítás, mert a jelenlegi jogszabályok is bőven adnak lehetőséget arra, hogy egy ilyen esetben fel lehessen lépni jogilag. Ezt önök már csak azért is tudják, mert hogy a Fidesz meg is tette a megfelelő feljelentéseket ebben az ügyben. Másrészt pedig tönkre lehet ezzel tenni a tényfeltáró újságírást, hiszen nem lesz olyan újságíró és szerkesztő, aki, ha eljut hozzá egy anyag, bármilyen hitelesnek tűnik is, bevállalja azt a kockázatot, hogyha azt később esetleg egy bíróság vagy egy rendőrségi nyomozás hiteltelennek mondja, akkor börtönbe menjen. Két kérdést érdemes szerintem tisztázni. Az egyik az az, hogy az csak megerősítheti és hitelesebbé teheti a tényfeltáró újságírást, hogyha nem hamis és hamisított hang- vagy képfelvételekkel dolgoznak. Tehát itt a tényállás valóban ma is szankcionálható, de nem a hamis vád alapján, mert ahhoz az kell, hogy a hatósághoz valaki bejelentést tegyen, vagy legalábbis ott eljárás induljon, büntetőeljárás induljon. A rágalmazás alapján ennek az ügykörnek egy része valóban szankcionálható, de én azt is elmondtam több alkalommal, hogy nem arról van szó, hogy egy eddig nem büntetendő tényállást teszünk most büntetendővé, nagy rész legalábbis nem erről van szó, hanem kiemelünk egy olyan esetkört, ami nem egy eset alapján szankcionálandó, hanem az elmúlt években kezd elterjedni egy olyan elfogadhatatlan gyakorlat, hogy nem közszereplőkről rögzítenek egy kamerafelvételt, vagy pedig hangfelvételt, hanem mondjuk róluk beszélnek olyan embereket, nem is ismerünk. Ez a lejáratásnak ami olyan formája, ma is rágalmazás, de szerintem... Most például az zuglói ügyre gondol? Ahol... Hát az zuglói egy ilyen, de ez látszik, hogy gyakorlattá kezd válni, és az ellen végképp lehetetlen védekezni, hogy valakit úgy vádolnak meg, vagy rágalmaznak meg, hogy jelen sincsen. Ez ma is egyébként rágalmazás, tehát az igaz, hogy olyan nagy változást ez nem hoz. Na de ebben az esetben a rágalmazást az követi el, aki a felvételen beszél bizonyos értelemben, nem az, aki ezt rögzítette. Ez nem így. Ugye az uglói esetben az alpolgármester beszélt arról, hogy korrupció van a polgármesteri hivatalban, tehát ez valóban elég fontosnak tűnik, hiszen hát azért az alpolgármesterről feltételezhető, hogy vannak információi. Félreértésnálség, minden ilyen állítás nagyon fontos. Mi nem azt akarjuk megvédeni, aki valóban bűnös, hanem mondjuk aki ártatlan, azt ne lehessen ilyen jellegű ügyekbe belekeverni. És a konkrét esetben, ha a sajtó nyilvánosságra hozta ott a rágalmazás, az eddig is megállt. Hát igen, éppen ezért mondják azt az újságírók, az előbb is mondták itt a kollégák, hogy a tervezett BTK szigorításnak az első részével még egyet is lehet érteni, hiszen valóban fontos, hogy ilyen hamis felvételekkel ne operáljanak. A gondatlanságból elkövetett nyilvánosságra hozattallal van a baj, hiszen ez egy annyira tág gumiszabály, hogy gyakorlatilag értelmezhető úgy is, hogy minden azon kívül, hogy megvárom, amíg a bíróság lefolytat egy eljárást, amíg a nyomozó hatósághoz ez a felvétel eljut, és ott lefolytatnak egy eljárást, az kockázattal jár. Hát melyik szerkesztő fogja vállalni azt a kockázatot, hogy börtönbe megy, hogyha kap egy felvételt, és ő nem gondatlan akar lenni, hanem saját eszközeivel, és a világon mindenütt a sajtónak erre megvannak az eszközei, és a HVG-nél megfelelőbben körültekintőben járnak el, mármint most a legutóbbi ügyre gondolok nyilván, hogy a saját eszközeivel hiába tárja föl mondjuk, ami egyáltalán megtudható egy ilyen felvétel hátteréről, még mindig börtönt kockáztat. Nem akarok senkit sem bántani, de azért akinek minimális jogi ismeretei vannak, azt tudja, hogy itt nem arról van szó, hogy egy felvételnek valósnak kell bizonyulnia, arról szó, hogy felvétel legyen hamis vagy hamisított. Tehát nem kell egy eljárásnak lefolynia valóság bizonyítását a bíróság előtt lefolytatni, és azt mondja, ez egy valós felvétel. Ezért az újságíróknak ma is megvannak az eszközei arra, hogy viszonylag jól ellenőrizzék. Igen, csak mi van akkor, ha megvezetik, csőbe húzzák, átverik őket, ettől fog mindenki tartani. Ebben az esetben a rágalmazás eddig is megállt. A rágalmazás ugyan szándékosan elkövethető cselekmény, de az újságírók esetén eddig is megindulhatott az eljárás, hogyha valaki valótlan tényt állított vagy közölt. De ha az derült ki, hogy nem szándékosan tette ezt, hanem mondjuk átverték, és ő egyébként minden tőle elvárható módon megpróbálta körüljárni az ügyet, és megpróbálta
felelősen felmérni, hogy ami hozzájutott, az micsoda, és mondjuk nem azzal a szöveggel közölte, mint most a HVG ezt a videót, hogy itt a bizonyíték, egészen biztosak vagyunk benne, hogy ez így van, hanem azzal a szöveggel, hogy eljutott hozzánk egy ilyen felvétel, ezt és ezt tudtuk meg róla, igen, döntse majd el a nyomozóhatóság, ebben az esetben nem menne valaki börtönbe, az önök módosítása szerint nem, igen? Az egyrészt börtönben senki nem menne, tehát csak az másik. Az egy évig terjedő szabadságvesztéses tényállásoknál nem tetszik tud nekem olyan esetet említeni, semmelyik tényállásnál, ahol végrehajtandó szabadságvesztés. Három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható lesz az önszigorítása. A gondatlan esetnél az egy évig terjedő szabadságvesztés, ott olyan még nem volt sem ennél a tényállásnál, nem lesz, de más tényállásnál se volt, hogy végrehajtandó szabadságvesztést szabtak volna. Akkor minek van a törvényben? Hát azért, mert a büntetőjog évtizedes jogfejlődése során, amikor egy évig terjedő szabadságvesztést szabtak ki, akkor általában vagy pénzbüntetésre ítélik az illetőt, de inkább intézkedést alkalmaznak vele szemben, vagy legrosszabb esetben, de első alkalommal ez is kizárható, felfüggesztett szabadságvesztés. Hát akkor mondjuk, hogy alkalmazzuk ezt a jogszabályt, amit önök terveznek, erre az esetre, ami a Bajai videóval történt, bár gondolom nem visszamenőleges hatállyal szeretnék bevezetni. Természetesen büntető jogi normánál. Tehát nem Gavra Gábort zárnak börtönbe, de ha tegyük föl ez a módosítás. Nem mondom még Gavra Gábort, ha mi akarnánk, mert a hvg.hu ellen azt mondtuk, hogy teszünk feljelentést, majd azt követően, hogy Gavra Gábor lemondott és távozott, elmondtuk, hogy a büntetőjogi szankciókat már nem kívánjuk, polgári peres eljárást indítunk, de ha most feljelentést tennénk, a félreértések elkerülése véget, ez jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás, ez két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő iskola példája, amit a HVG elkövetett. Nem kívánjuk, magánindítványra indul, nem szeretnénk, hogyha büntetőjogi eszközöket alkalmaznának ebben az esetben, de hozzáteszem, hogy ez egy a rágalmazáson belül minősített eset, amit a HVG elkövetett. Na és hogyha ez a szigorítás már korábban bekerült volna a BTK-ba, akkor ebben az esetben ön szerint ki és milyen büntetést kaphatna reálisan? Hát ez a szándékos eset, tehát a különbség az annyi, és ettől nem hiszem, hogy a szerkesztőségekben rettegni fognak, hogy ami eddig két évig terjedő szabadságvesztés lett volna, most három évig terjedő szabadságvesztés, ebben az esetben sem szabnának ki végrehajtandó szabadságvesztés. De azért mielőtt valakinek úgy tűnne, hogy itt rendkívüli szankciókról van szó, a sajtónak is van abban felelősség, és természetesen nekünk is közszereplőknek, hogy olyan vádakat ne fogalmazzunk meg, és főleg bizonyítékként ne tüntessünk föl hamisan, amiket milliók néznek meg, és utána embereket milliók előtt lehet lejáratni, és emberi méltóságban durván megsérteni. Mit tud elérni egy ilyen módosítás is mondjuk azzal szemben, hogy valaki az interneten név nélkül egy videó megosztó oldalon, vagy a Facebookon egy anonim profil mögé, vagy egy hamis profil mögé elbújva hoz nyilvánosságra ilyen videókat? Hát bizonyítási kérdés nyilván, hogyha nem tárható föl, vagy nem akarok tanácsokat adni, de külföldi szerveren hoz valaki ilyet nyilvánosságra, és nem, ahogy mondjuk van olyan hírportál, aki naponta tömegesen követel gyűlöletbűncselekményeket, ott sincs lehetőség arra, hogy a magyar bűnüldöző szervek eljárjanak, függetlenül a bűncselekmények. És mondjuk, hogy kikerül egy ilyen videó, mondjuk, hogy akár hamis is, nem lehet tudni, de minden esetre lehet, hogyha a sajtót ilyen értelemben jobban korlátok közé szorítják, akkor a közösségi médián fognak elkezdeni ezek terjedni. Valaki egy külföldi portál szerverről felteszi a YouTube-ra vagy a Facebook-ra, és mások pedig ezt megosztják egyszer. Nem újságírók, nem hivatásos kommunikátorok, de a saját profiljukon is lehet, hogy van 1500 ismerősük, belinkelik, hogy itt van ez az érdekes videó, akkor ők üldözendők és üldözhetők lesznek? A nagy nyilvánosság előtti elkövetést nem valósítja meg. Tehát ott hiányzik a nagy nyilvánosság. Tehát akkor ezek szerint hamis videók mondjuk a közösségi média lehetőségein keresztül futótűzként változatlanul terjedhetnek, csak még az a hitelesítési eljárás sem lesz meg, ami egy felismerhető szerkesztőségtől elvárható. Ezt már minden esetben külön kell mérlegelni, mert hogyha egy politikai párt, akinek 100 000 híve van a Facebookon, teszi ezt meg, az egy más helyzet, mint az, hogyha valaki ezt magánszemélyként teszi közzé. Hát igen, de nyilván magánszemélyként simán meg lehet ezt csinálni akkor, hogyha... Mindent nem lehet kizárni, de attól, hogy egy tényállással mindenféle egyébként mások számára sérelmes magatartást nem tudunk lefedni, attól még az nem jelenti azt, hogy meg se próbáljuk azt, hogy egy egyébként mondom hihetetlen sérelmeket okozó, és ma is jogellenes, ma is bűncselekménynek minősülő elkövetési magatartást ne szankcionáljunk.
Biztos önök is figyelik az internetes reakciókat, nagyon sokan úgy kommentelték ezt a BTK szigorítást, hogy hát ez ügyes, mert hogy most az egyébként jogos felháborodás mögé elbújva a Fidesz elintézi, hogy a választási kampányban semmi kínos ne kerülhessen elő a kormánypártokra vonatkozóan, mert ki lesz az, aki ezek után merni fog bármilyen hitelesnek látszó felvétellel vagy ügyjelvel? Én nem vagyok annyira rossz véleménnyel a magyar sajtóról, hogy úgy gondolnám, hogy ők hamisított felvételekkel dolgoznak. Tehát azt legyen mindenki számára világos, hogy valaki nem meghamisít egy videót, vagy egy hamisított videót hoz nyilvánosságra, illetve kellő gondossággal ellenőrzi azt, hogy ami azon történik, az a valóságnak megfelel, akkor semmilyen bűncselekmény nem tud elkövetni. Más téma, de ez most szintén aktuális, sőt, ugye ma reggeli lapokban írnak arról, hogy ön reagálta a Transparency International és a Political Capital felvetésére, mert hogy a két intézet azt mondta egy tanulmányban, hogy érdemes lesz kamupártokat létrehozni, akár baráti társaságoknak is 100 milliókat vághat zsebre az, aki falból elindít jelölteket, ugyanis bár az egyéni indulók után viszonylag szigorú elszámoltatás van, a listás helyek után is a támogatás annyira lazán ellenőrzött, hogy el lehet gyakorlatilag tűnni a milliókkal. Mi lenne ön szerint a megoldás erre, mert hogy azt mondta, hogy reagálnak erre az aggodalomra? Reagáltunk is, egyrészt vannak olyan kiskapuk, amiket talán valóban érdemes bezárni. Például, hogy a pártoknak járó állami támogatás az a választáson megmérettető jelöltek száma után járjon, és ne pedig csak a felállított jelöltek száma alapján. Ezt megfontolandó. Azt én szeretném hangsúlyozni, hogy itt van egy félreértés, és ebben szerintem nem kellően világos a Transparency és a Political Capitalnek a közleménye, méghozzá az, hogy a pártok gazdálkodására ma vonatkoznak szabályok. Ezeket a szabályokat érve ott is vannak elszámolási kötelezettségek, természetesen lehetne ezeket szigorítani. De mi ugyanezeket a szabályokat alkalmaztuk a kampányban megkapott pénzekkel való elszámolásra. És ehhez képest alkalmazunk egy még szigorúbb szabályozást, azokra a jelöltekre, akik egyéniben indulnak. Tehát a jelenlegi gyakorlathoz képest részben szigorítunk, részben pedig fenntartjuk azt. Hát igen, csak ugye itt többféle változásnak az összehatása az, amiből előállhat az a helyzet, amire felhívják a figyelmet a PC és a Transparency, hogy egyrészt könnyítettek azon, hogy kispártok elindulhassanak. Hiszen évtizedeken keresztül az volt a kritika, hogy a magyar politikai piac olyan zárt, hogy oda új szereplő nem léphet de be. De másrészt, mivel maradt a korábbi ellenőrzés lazassága a listás helyek után járó támogatások ügyében, ezért érdemes is lesz embereknek, vagy embercsoportoknak ezt a könnyítést kihasználni, nem azért, mert valódi politikai ambícióik vannak. Korábban ez azért nem volt probléma, mert olyan energia befektetés kellett ahhoz, hogy valaki egyetlen el tudjon indulni, hogy nem érte volna meg. Igen, de nem nincs elszámolási kötelezettség, hanem a jelenlegi pártok. Kijátszható ki. Hát szerintem azért annyira könnyen nem játszható ki, meg a kijátszás egy bűncselekmény, aztán az illető, ha nem bukik levele, akkor szerencséje van, de egyébként természetesen az is egy súlyos bűncselekmény. A lényeg szerintem az az, hogy ha van egy olyan szabályozás, pénzügyi elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések, amelyek most a létező pártokra vonatkoznak, és valaki meg akar jelenni újként a politikai palettán, és tud jelölteket állítani legalább 27, de inkább 106 körzetben, akkor miért akarjuk ezzel az újonnan fellépő párttal szemben azt, hogy szigorúbb szabályok érvényesüljenek, mint azokkal a pártokkal szemben, akik egyébként is iszonyatos előnyben vannak egy választáson, hiszen ugyanezt a pénzt megkapják, plusz parlamenti pártként évek óta a közvélemény előtt is ismertek, és ugyanilyen gazdálkodási szabályok vonatkoznak rá. Gondolom nem kéne, hogy szigorúbb szabályok legyenek a költéseikre, csak szigorúbb szabályok kellenek általában is akkor. Hát ez lehetséges, de most, hogyha ezzel mi előálltunk volna 5 vagy 6 hónappal, vagy akár egy évvel a választások előtt, akkor pedig azt mondta volna mindenki, hogy a Fidesz most a 15 éve létező szabályokat durván megszigorítja a kampányra, akkor ez lett volna a kritika. Most meg van, aki azt mondja, hogy a Fidesz szándékosan szaporítani akarja az indulók számát, mert ezzel is elaprózza az ellenzékre adott szavazatokat. Én tudom, hogy mi jót nem tudunk tenni, de azért azt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy jobb oldali jelöltek ugyanúgy elindulhatnak, nagyon sok olyan párt van, ami önmagát jobb oldaliként definiálja, az ő elindulásokat is megkönnyítette az új szabályozás, mert hogy a korábbi kritika éppen az volt, hogy nagyon nehéz elindulni a választásokon. Ha ezt a kritikát megfogadjuk és eleget teszünk ennek, akkor természetesen azt kapjuk, hogy most pedig túl könnyű. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget.